Szia! Ez itt az Egy Szakállas Férfi vlogja, ez a 43. adás, ma is horgászatról lesz szó. Az Egy Szakállas Férfi másodszor próbált meg a horgászhelyen fölvenni anyagot, jelenleg még rosszabb a helyzet, mint az előző horgászat esetén, hiszen akkor legalább fölvett egy kis rövid beköszönést, most még erre se volt képes. Az Egy Szakállas Férfi megfogadta, hogy ezek után csak úgy fog elmenni horgászni, hogy előre csinálni egy forgatókönyvet, és legalább annyi snittet fölvesz, amennyit oda felírt. Egy beköszönés, egy elköszönés, egy halat mutat, egy bármi olyan dolog, ami tényleg földobhat egy ilyen videót, és persze néha beszél egy kicsit arról, hogy éppen mi történik ott, és talán esetleg egy témát is fölír magának, hogy amiről szeretne beszélni. Na mindegy, a lényeg az, hogy megint kimaradt egy rész, annak köszönhetően, hogy a horgászat alatt nem sikerült fölvenni elegendő anyagot, azaz nullát. A másik megoldás, ami már jól működött, hogy előre fölvesz két adást, viszont ezt azért nem fogja használni, mert azt mondta, hogy ezt önfejlesztésből és önmegvalósításból is készíti, és ha azt nézi, hogy ha kötelező valami, akkor az nem jó. Magyarul így el tud engedni egy-egy nap. Alapvetően egy szakállas férfi ebbe is szeretne fejlődni, szóval szeretne fejlődni olyan napokosan, amikor nem vlogol, kimondottan itt ezen a szobában, ebbe a körzetbe fogja fölvenni a videóit, hanem mondjuk külső helyszín, akár egy horgászat esetén is, hogy akkor nem maradjon kiadás, mert igazából az horgászat alatt is van elég mondandója az egy szakállas férfinak, amit ezek után is el fog mondani. A lényeg az, hogy nem szabad így kihagyni részeket, de alapvetően tényleg a hedonista gondolkodásmód miatt, ha nem megy, nem kell erőltetni, ha fáj, akkor nem kell csinálni, és igazából most a horgászat volt a nagy öröm. A horgászat előkészületét az előző 42-es részben tudjátok megnézni. Ebben van egy unboxing videó, amivel megérkezett csomagot, mutatja be a kapásjelző beállítgatását, és igazából az utazó csomag kialakítása ezeknek a összepakolását jelentette. Emellett még vizet és ennivalót is csomagolt magának, amik a hűtőbe várakoztak. Ez volt az előkészület. És akkor jöjjön a horgászat maga, a reggeli kezdés és a reggeli kelés. Szokásos módon felkelt az egy szakállas férfi hajnali 5 órakor, ami már az évben, ez már a sokadik ilyen kelése, ami tényleg a harmadik pontosabban a milyen korainak mondható, hiszen a horgászathoz korán illik menni. Így 5 órakor felkelt, és egy 10 perces relaxáció után tudta elkezdeni a napját, ami ténylegesen feltöltötte. Amúgy is izgult egy kicsit a horgászat miatt, igazából az első saját botos horgászata most az elmúlt sok év után. Az első olyan, ahol elektromos kapásjelzőt fog használni, azaz ezt se használta még, és se tudta, hogy mit fog jelenteni. Főleg úgy, hogy az előző nap a csapóra megkapta, hogy hát hatalmas, sokat csipogni fog meg majd a szél, mit fog vele művelni, akkor igazából egy kicsit ugye is kedvetlenedett, de szerencsére majd a később ki fog derülni, hogy annyit nem csipogott. A lényeg az, hogy összeszedte magát, 5 óra 55-kor megérkezett az autó, ott beszállt, fölvettek még két embert, és irány a Gyögybirtok, ami az aznapi horgászatnak volt a helyszíne. A lényeg, hogy előre kiválasztották a helyet, ami 6-kor nyitott, és ez volt az egyik problémás eset, hogy csak hétre értek oda, így már az egész tó szinte tele volt. A jegyek megvétele után tényleg gyorsan ki kellett választani azt a maradék helyek közül, ahol le tudtak ülni. Ez egy L-alakú tó, vagy igazából egy U-alakú tó, mert ha úgy nézzük, inkább egy J volt, mert a kis tó hozzátartott, az nem volt horgászható. De az a lényeg, hogy ez az U-alakú, ami J is lehetett, annak pont az egyik hajlatában, ahol a két szomszéd pont leszűkítette a dobási lehetőséget, és oda kellett 4 embernek leülnie. Mindegy, ez volt az utolsó hely, ami használható volt a 4-es számára, ezért ez lett kiválasztva. És akkor innentől kezdve lehet számolni a horgászatot, mármint ahogy kijöntek a helyre. Amíg hozzá tartozik, hogy folyamatosan harc ment a helyekért. Az egy szakállas férfi úgy volt az egésszel, hogy ő most szeretné kipróbálni azt, hogy milyen az új felszerelése, be szeretné lőni, egy-két halat szeretne fogni, nem volt nagyobb elvárás, a többiek viszont tényleg célokkal jöttek, amúr, ponty, sok hal, tényleg minden volt a listán. A lényeg az,
hogy a jobb szélső helyet, ami pont a partneri dobálásokat eredményezte, az volt a harc témája, de sikerült azért megosztozni a négy embernek, az egyszakás és a bal oldalra került befele, azaz az Uvolaknak pont ő volt az egyik legjobban elzárt helyen. A négy dobás nagyon egymás mellé kellett dobálni, így nem volt kizárva az, hogy akadás is lesz, ami meg is történt. De szerencsére az egy szakállás férfinak sikerült lefoglalni legalább a széket, így a kényelem meg volt. Szóval kényelmesen összerakta a felszerelését, fölcsaliszta, föltette az etetőanyagot, letűzte a karókat és bedobta a botját. A többiek röhögtek is rajta, mert rövidebbre sikerült a dobás. Igazából túl sok etetőanyagot tett a kosárba az egy szakállas férfi, de a röhögést az szakította félbe, hogy a kapás jelző csippant, és nem azonnal, de hogy ő fogta az első halat, ami egy kárász volt. A jobboldali hely nem is véletlenül volt a csata kiindító pontja, mert az első, vagy talán a második bedobás után az ott ülő kifogott egy amúrt, ami azért elég sok emberben megmozgatta azt, hogy jaj, bárcsak én fogtam volna. Az egy szakállas férfi is szeretett volna egy amúrt fogni igazából, neki mindegy mi volt, viszont ő már fogta az első halát, ezért ő kicsit nyugodtabb volt, a többiek, akik még nem fogtak még egy kis kárást se, ők azért eléggé mortosak lettek. Mire lekerült az amúr, addigra már az első helyfoglalás meg is történt, és az a hely onnantól kezdve egy ilyen felváltott cserével lett beülve. A lényeg az, hogy ez volt nagyjából a kezdés, ugye beülés, és akkor elkezdődött a chill, várni a megfelelő kapást, a kapást egyáltalán, és azt utána megfogni. Szóval a kapásjelző rendesen be volt állítva, minimálisan csipogott, az volt tényleg a félelem, hogy nagyon sokszor fog csippanni, meg a szél is zavarni fogja, de a szél egyáltalán nem zavarta, mert a swingre lévő fém rúd az erősen tartotta a damilt, és a damil így szinte meg sem mozdult a szélbe, szóval magyarul ez nem csak a hanggal segíti a horgászt, hanem az, hogy a szél mozgásait nem billenti ki annyira a kapásjelzőt, ezáltal nem kell bemozdulni minden olyan szél által okozott kapásra, ami ténylegesen nem is kapás. Szóval egy szakállas férfi nagyon jó döntést tett, csinált azzal, hogy megvette ezt a csomagot. És igazából megérkeztek a pontyok is. Az elsőt az egyszakállas férfi fogta, ez akkorát rántott a botján, hogy majdnem, hát nem csúszott be a vízbe, de hogy a helyéről kicsit előrébb csúszott, és igazából a kapásjelzőnek se volt esélye nyikkannia, mert olyan lendülettel volt, és ez a mozgást egyből reagált az egyszakállas férfi, és bevágott neki, és utána érezte is, hogy már van rajta valami, kicsit izgatott lett, szóval nagyon elkezdett remegni, tényleg régen fogott pontyot, régen fogott ekkora halat, és ráadásul az új bot volt. Igazából tekertek és valami érezte, hogy valami nem teljesen jó, mert hát nem csavarozta oda teljesen nem csavarta teljesen rá az orsóra a botnak a zárszerkezetét, ezáltal egy kicsit lötyögött, nehezebb volt kihúzni a pontyot, de ez a szép tükörpont, hát 2,7 kg-os lett, megszáklás után készült róla egy kép is, ez most itt látható. Igen, nagyon szép ponty volt, nagyon jól küzdött, és az egyszakállas férfi tényleg minden percet élvezte. Nem működött a kapásjelző, nem adott hangot, de ez nem is volt gond, mert akkor volt a kapás, hogy nem is volt rá szükség. Alapvetően még az egyszakállas férfi fél egy órán keresztül még azért a sok hatás alatt volt. Szóval az első ponty volt az új szerelékkel, és tényleg nagyon szép halat fogott. Igazából, ha itt lett volna a vége a napnak, az egyszakállas férfi már annak is örült volna, de hát szerencsére nem így lett. A második ponty már normálisan kapott, itt a kapásjelzőn volt egy kis hanghatás, utána ténylegesen nagy kapásnál még nagyobb, még egy jelzés, és akkor megint bevágott az egyszakállas férfi, itt már azért érezte, hogy ez jóval nagyobb lesz az a hal, mert azért jóval nagyobban küzdött, sokkal tovább tartott a fárasztás. Tekerte, engedte, tekerte, kicsit visszaengedte, tekerte, nem feszítette túl. A fék itt még annyira nem volt jól bejátszva, de azért már itt is működött. A lényeg az, hogy a halat egy pár perc fárás után ki lehetett újra emelni, ez már egy 4,7 kg-os ponty volt, és tényleg erről is készült egy kép, ami itt látható.
harmadik pont is megjött, ami nem sokkal azután következett be, hogy mellettük lévő horgász elhagyta a hét, jutott a part mellé dobni, és a part mellé dobott 2-3-at, és több kapás szerűség is volt, végül az egyik ténylegesen elvitt, megint a kapásjelző hangját lehetett hallani, szépen fölvitte a damiot a ponty, egy nagyon jó kapás volt, az egyszakállás főfitelen ezzel szenvedett a legtöbbet, ebben volt a legtöbb erő, viszont ez a két hal között volt, nagyjából olyan 2-3 kiló körül lehetett, ezt már nem mérték le, gyorsan visszaengedték, hogy hát ha még lehet fogni egy vagy két halat. Összefoglalva az egyszakállás férfi három ponttyal nagyon elégedett volt, tényleg minden meg volt, ami kellett. A bot is jól működött, a kapásjelző is jól, a hely is jó volt, minden összeállt ahhoz, hogy egyszakállás férfi tényleg jól megfogja magát. Igazából sokan a többiek azt mondták, hogy a szűzbotnak a szerencséje, hogy azon volt kapás, az egyszakállás férfi azt mondja, hogy ez is benne van, meg az, hogy pozitívan állt hozzá az egész, azért tényleg szeretett volna egy jót szórakozni, és jót szórakozott. Ha nem fogott volna ennyi halat, akkor kicsit biztos, hogy lejjebb állna a szája, de hát ha nem fogta volna meg azt, akkor nem is ő lenne, mert ő megfogta. Szóval a lényeg az, hogy az egyszakállás férfi megfogta a három pontot, ezzel a szombati napja teljes mértékben pozitívra sikerült, a további horgászokat már tényleg a szem előtt tartva, mikor lehet menni legközelebb, mert tényleg nagyon remeg reszket azért, hogy mehessen horgászni, mert nagyon jó szórakozás. Most jelenleg a 90 napos turista jegye van, de már nagyon néződik afele, hogy hogyan tudna minél előbb állami engedélyt szerezni, és igazából azt csak évente megújítani, egy-egy plusz dolog jönne föl, amit most is megvan a kapási napló, vagy fogási napló föltöltése. De alapvetően végre szeretne tényleg hivatásos horgászengedélyt kapni, mert az a következő lépés ahhoz, hogy szintet lépjen. És minden egyes szintlépésnél, akár ha új botot vesz, új orsót, új szerszerelést, magasabb szintre lép az engedélyezési szintje, annál közelebb kerül ahhoz, amit tényleg szeretne, mert minden egyes kis lépéssel valószínűleg a tóparti vagy folyóparti házához kerül közelebb, amiket már nézegetett is az elmúlt napokban. A 3 millió és 10 millió között már elég jó telkeket és kis fázakat lehet szerezni. És talált egy oldaltól az említett nem konténerházak, konténerszerű hatást keltő prémium lakások találhatók. Itt tényleg a 20-30 négyzetmétertől egészen az 500 négyzetméterig található, persze árban ez jócskán meg is látszik, házak, amiket lapra szerelten, tényleg megnézés után 6-8 héten belül ki tudnak szállítani a helyre, és azt be is lehet üzemelni. Szóval egyszakállás férfi egyre jobban látja azt, hogy a horgászatban hogy fejlődik, ahogy fog fejlődni majd a telekkereséshez a figyelme, persze ez meg még több pénz kell. Szóval alapvetően a horgászat most nagyon központi témája lett az egyszakállás férfinek. Valószínű több ilyen bejegyzés is fog születni az elkövetkező hetekben, hónapokban, és tényleg legyen mindenkinek egy hobbija, az legyen akár horgászat, akár az online marketing, akár társasjátékozás, akár darts, akár tényleg a mozgás, legyen bármi, csinálni kell, és mindig abban egyre jobbnak lenni, és az egyszakállás férfi nagyon szereti a horgászat, és szeretne benne nagyon jó lenni, és még jobban élvezni, és tényleg nem szeretné azt, hogy tényleg az a fejébe legyen, hogy halat kell fogni, nem, egyszerűen csak élvezni szeretné, tényleg hedonista módjára. Neki maga az a csend, amit elvileg a kapásjelző most megzavar, az már tökéletesen elegendő, a kapásjelző nem zavarja meg a csendet, nem zavarja meg a nyugalmát, pont arra szükséges, hogy a nyugalmát megőrizze, mert így hallja, és nem csak látja azt, hogy kapása van, és hogyha hallja, akkor valószínűleg nagyon jobb eséllyel tud bevágni. Szóval magyarul a kapásjelző nem rontja a horgászat élményét, hanem javítja, mert annál boldogabb a horgász, minél több halat fog. Legyen ez a zárszó, az egyszakállás férfi köszöni a figyelmet, thumbs up, hogyha tetszett. Kommentek, lájkok, megosztások jöhetnek, vélemények, kritikák szintúgy. Szóval az egyszakállás férfi köszöni a figyelmet, csá-csá!